Az ország keleti szélén fekvő Szatmári térségben ipari beruházások híján a turizmus lehet hatékony eszköze a vidékfejlesztésnek. A Cégénydányádon 191 millió forintból felépített nemesi porta és kézműves udvar átadásán Kövér László, az országgyűlés elnöke, a nemzeti értékek megtartásának fontosságát hangsúlyozta. A korabeli nemesi ellenállás jog helyébe, tisztelt hölgyeim és uraim, napjainkban a 21. század globális világában a nemzeti ellenállás jog lépett. Az önazonosságuk maradékát még őrző európai nemzeti közösségek hűségesek akarnak maradni keresztény szellemi gyökereikhez, történelmi és kulturális hagyatékukhoz, hűségesek akarnak maradni önrendelkezésükhöz, valamint hűségesek akarnak maradni élhető szülőföldjükhöz. A Cégénydányádi turisztikai programba szeretnék bevonni a történelmi Magyarország korábban Szatmárhoz tartozó, jelenleg Romániában és Ukrajnában található nevezetességeit. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke szerint a közös kulturális gyökerek és értékek ápolása a nemzetegyesítést is szolgálják. A nemzetegyesítésnek a közjogi alapjait a kettős állampolgárság intézményesítését jelentő könnyített állampolgársági törvény, honosítási törvény elnézést adja meg. Ezt a két törvényt a külhoni magyarok nevében köszönjük az anyaországnak. A település polgármestere szerint a mezőgazdaság mellett a turizmus teremthet munkahelyeket és jövedelemszerzési lehetőséget a szatmári térségben élőknek. A turizmus és a mezőgazdaság az, ami a jövőt jelentheti számunkra. Na most ez a térség a turizmusnak lesz a találkozó helye, és a turizmus fejlesztésbe fog nagy szerepet játszani. Ugye indul a nemessé válási programunk, ami egy olyan üzleti ajánlat a turisztikába fektetőknek, amire a július 5-i turisztikai konferenciákra több mint 150 ember jelentkezett, aki turisztikában befektető vagy üzletember. Az Újraéled a nemesség Szatmárban program kapcsán elkészült beruházásokat a Szamosfest rendezvénysorozat keretében adták át, amelynek idén Kárpátalja a díszvendége, akik ünnepi műsorral mutatkoztak be a közönség előtt. Csókolom!